Ünnepélyes keretek között péntek délelőtt tartották a Magyarok Kenyere program Heves megyei rendezvényét Sarudon a Karkustanyán. Az eseményen Szendrei László, a NAK Heves megyei szervezetének elnöke elmondta, az elmúlt időszak változó időjárása miatt eleinte azt gondolták, nem lesz megfelelő mennyiség és minőség, azonban az idei adományok meghaladták a tavalyi számokat. Mintegy 25%-kal haladtuk meg az előző adományt. Ez idáig mintegy 32 tonna búzát sikerült összegyűjtenünk Heves megyébe, szemben a 26 tonnával, és a pénzadományok folyamatosan érkeznek, de a tavalyi évben 1.100.000, de ezt már meghaladtuk, amit a Heves megyei gazdák önzetlenségéből sikerült összeadni. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, megköszönte a gazdák és az aratásban résztvevők munkáját. Mint mondta, a nehéz időszak ellenére az őszi búza és az őszi árpa aratása termés átlagrekorddal zárult. Volt itt csapadékos ősz és hideg tavasz, aszály és belvíz egyaránt. A magyar Heves megyei gazdák mégis helytáltak, és ebben a nehéz helyzetben sem feledkeztek meg az összefogásról és a jótékonyságról. Köszönet a gazdáknak az adományokért! Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke beszédében a Magyarok Kenyere kezdeményezés múltját idézte fel. Mint mondta, a Nemzeti Összetartozás programjának egyik pillérévé szerettek volna válni, ami sikerült is. Az elmúlt esztendőben több mint 8500 adományozó gazda volt, több mint 4500 határon túli gazda adományozott, több mint 500 szervezet segített célba juttatni az adományokat, és több mint 100 000 rászorulót ért el a program. Az ünnepi beszédeket követően Árvai Ferenc kanonok, az Egri Főegyház megyei Karitász központ igazgatója áldotta meg a Magyarok Kenyerét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.